Köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Szentes Televízió szerdai műsorát látják. Ahogyan eddig is, ha szerda, akkor a kulturális magazinunkkal, a palettával jelentkezünk, benne színes anyagokkal. A magazin előtt pedig a napi aktuálrovatunkat láthatják, ahogy már megszokhatták. Reméljük, hogy felkeltettük az érdeklődésüket, hogyha így van, akkor kövessenek minket figyelemmel a mai napon is. Már is kezdődik műsorunk. A Szentes Televízió napi aktuálrovatát látják, nézzünk bele a tartalomba. Vereséget szenvedett a Szentes csapata az FTC együttese ellen a vízilabda magyar kupában utánpótlás korosztályban. Speciális búvártáborban vehettek részt ezen a nyáron is az érdeklődők a Magyar Honvédség 2. Rákóczi Ferenc 14. műszaki ezrednél. Országos vízipisztolycsata rekord kísérlet lesz augusztus 19-én a Szentesi Sport és Üdülőközpontban. Erről mutatunk egy beharangozó kis filmet. Lássuk a részleteket! Országos magyar kupa mérkőzésen fogadta a Szentes csapata a fővárosi Ferencváros együttesét utánpótlás korosztályban. A mérkőzés első két negyede nem a legjobban alakult a hazaiaknak, a vendégek az első félidőben 10-1-re is vezettek már. A második félidő már jobban nézett ki a szentesi csapatnak, hiszen több gólt is sikerült szerezniük a szép akciók végén. Horváth Tamás, a hazai együttes edzője elmondta, hogy ezt az összecsapást felkészülési mérkőzésnek szánta, hiszen szeptemberben indul az országos bajnokság, ahol szeretnének bizonyítani. A mérkőzés végeredménye 19-7 lett a vendégcsapat javára. Hetes vereséget szenvedett a Szentes a Fraditól az országos magyar kupának a mérkőzésén. Hogyan értékeli a mérkőzést? Számunkra ez egy felkészülés volt, úgy gondolom a Fradi számára is az, hiszen alapozunk, rengeteget futnak, úsznak, a srácok kondiznak. Labda gyakorlatilag az elmúlt 4 hétben kétszer vagy talán háromszor volt a kezükben, ez meg is látszott. Sajnos néhány játékosunk hiányzik nyaralások miatt. Úgyhogy elég kevesen tudtunk kiállni. Két játékosunknak pedig még a szintén nyaralás miatt a sportorvosi a későn készült el, úgyhogy bár itt voltak, de őket nem lehetett beírni, úgyhogy számszerűen is kevesen voltunk, illetve a taktikai repertoárunk is beszűkül ezáltal, hogy 5-6 játékos kiesik a csapatból. A Ferencváros gondolom, hogy ő is hasonló problémákkal küzdik így nyáron, viszont az a különbség, hogy mi vagyunk egy csapatnyian, ők meg 3 csapatnyian, és van honnan föltölteni a brigádjukat. Ettől függetlenül nem venném el az érdemet, mert nagyon szépen játszanak, ők egy igen erős csapat, mi nekünk pedig az a célunk, hogy szeptemberben az országos bajnokságot kiharcoljuk. A taktikát említette, akkor milyen taktikával vagy taktikákkal készültek erre a mostani mérkőzésre? Erre a mérkőzésre nem készültünk taktikával, ahogy mondtam, gyakorlásnak fogtam fel. A szakmai igazgatónk azt kérte, hogy egy kőkemény, szoros emberfogást gyakoroljunk be. Nyilván túl sok lehetőségünk erre még nem volt, hiszen az alapozás közepén járunk. A Ferencváros, aki fizikálisan jóval komolyabb nálunk, ő ellenük az első két negyedben nem működött a szoros emberfogásunk, így el is léptek 10-1-re. Aztán szóltam a srácoknak, hogy egy 3-as zónára váltsunk át, amit még egyáltalán nem gyakoroltunk, még csak le se tábláztunk. A múltból, amit hoztak magukkal, azzal próbálkoztak. Az viszont úgy látom, hogy egész jól működött, hiszen a harmadik negyedet sikerült megnyernünk 3-2-re, és egy sokkal szorosabb mérkőzést láthattunk. Úgyhogy ha itt most a mérkőzést helyeztem volna az előtérbe, akkor nyilvánvalóan egy zónát játszottunk volna, de mondom, gyakorlás volt a cél. Ennek megfelelő volt, olmosak vagyunk egy kicsikét, ez látszott. Sok esetben olyan hibákat vétettünk, amit a bajnokságban már nem fogunk, hiszen frissebbek leszünk fejben, fizikálisan is frissebbek leszünk, és akkor azok a hibákat nem fogjuk elkövetni. A második félidő egész szépen nézett ki így a Szentesnek a szempontjából, gondolom ez ezért egy kicsi önbizalmat is adhat a gyerekeknek így a bajnokság előtt.
Igen, én is ezt emeltem ki számukra, hogy a jó dolgokat vegyük ki, ami működött, azt tartsuk meg fejben, a többin pedig majd javítani fogunk. Nyilván ezért vagyok itt, hogy én ezt kielemezzem, és ráfeküdjünk a munkában azokra az elemekre, amik most nem működtek. Sajnos vereséget szenvedtetek most itt a FTC ellen. Hogyan értékeled a mérkőzést belülről, a vízből? Milyen volt ez a mérkőzés? Hát szerintem nagyon jól játszottunk, ez egy gyakorlás volt. Nem sokat labdáztunk a héten, meg múlt héten se. Max egyszer-kétszer lőttünk, passzoltunk. De egyébként most ez egy gyakorló mérkőzés volt, és holnap is megyünk gyakorolni. Az első félidő nem úgy sikerült szerintem, ahogy terveztétek, viszont a második félidőre azért tudtatok már gólokat szerezni, és azért akkor meccsben voltatok. Mi változott így a második félidőre? Az edző milyen taktikával küldött ki titeket itt a harmadik, illetve negyedik negyedre? Hát összeszedtük magunkat, igazából ez volt, meg beszéltem a csapattársaimmal, és elég jól sikerült összekapnunk magunkat. És hogy álltok a felkészülésben? Hát nagyon jól állunk eddig. Szerintem egy jó csapat leszünk, csak még egész sokat kell gyakorolnunk. És mi lesz a cél majd a bajnokságban? Akár neked részedről, akár csapat szinten? Hát szerintem egy ilyen top 10 csapatban benne lehetünk egyébként, ha nagyon összeszedjük magunkat. Ezzel most véget is ért a Magyar Kupa sorozat? Nem, még van még hátra egy Szolnok, illetve egy Kecskemét mérkőzésünk, és akkor lesz vége a csoportkörnek. Izgalmas, embert próbáló és nem mindennapi. Talán így lehetne a legjobban összefoglalni azt a speciális búvártábort, amely a Magyar Honvédség II. Rákóczi Ferenc 14. műszaki ezrednél valósult meg. Az egyhetes próbatételre az ország minden részéről érkeztek fiatalok, akik a búvárkiképzés mellett a szigorú katonai életből is kaptak ízelítőt. Mindenki vigyázzon magára, ha valami probléma van, ugyanúgy mindenki a merülésvezetőnek szóljon, bármilyen problémája van. Ha meg nem fagytok a víz alatt, akkor meg a búvárok tudnak. Szentesen vagyunk a Magyar Honvédség II. Rákóczi Ferenc 14-es műszaki ezrednél. Búvártábor tartunk jelenleg az itt lévő búvárállomány fiataloknak. Ez a honvédségi tábor a honvédségnek egy olyan szegmensét mutatja be, ami a búvárkodással foglalkozik. Itt a gyerekeknek adunk egy olyan ízelítőt a búvárkodásból, hiszen egy hét ez az egész búvártábor, itt még nem lesznek búvárok. Nem is kapnak semmilyen igazolványt. Megmutatjuk azt a szegmensét a búvárkodásnak, egy kis ízelítőt kapnak, hogy később is úgy emlékezzenek vissza erre az egészre, hogy ez egy milyen fantasztikus dolog. Illetve, hogyha később úgy gondolják, hogy a Magyar Honvédséghez szeretnének jönni, akkor meg se forduljon a fejükbe más, csak az, hogy ők katonai búvárok szeretnének lenni. Most jelenleg a Szentesi búvárbázison vagyunk, a Tammedencénél. Ezt a Tammedencét szoktuk alkalmazni a katonai kiképzések során is. A katonai kiképzés egy ilyen lépcsőzetes rendszer nálunk, ahol először úszásfelmérés van, utána medencés merülések, majd nyílt vízi merülések. Most jelenleg a gyerekek a medencés merülésnél tartanak. Már előtte is kaptak ízelítőt a felszerelésből, megtanulták, hogy mire való, mit hogy kell felvenni, milyen sorrendben, hogy kell elhelyezkedni a felszerelésnek. Most majd jelenleg szabad tüdővel lemerülnek a medencébe. Van náluk már a tábor elején, kaptak egy csomót, megtanulták a csomózást. Most szabad tüdővel elmennek egy meghatározott helyre, a víz alatt, megkötik a csomót, majd utána kötél mentén visszajönnek. Ezt kell elsajátítaniuk, illetve próbálkozniuk, hogy egy tüdővel végre tudják hajtani, egy kicsit a saját határaikon is túllépjenek, és tudják azt, hogy mire képesek. Nagyon fontos tényezője a tábornak, hogy csak olyanok jöhetnek ide a búvártáborba, akiknek van érvényes sportorvosi igazolásuk arról, hogy készülékkel tudnak merülni. Búvárkészülékkel hajthatnak végre merülést. Továbbá
Itt minden merülés előtt vérnyomásmérés van, ahol az egészségügyi szolgálat megnézi a vérnyomásukat, illetve megnézi, hogy van-e esetleg bármi bajuk. Illetve arra is figyelmet fordítanak, hogy a gyerekeknek a külső jegyük alapján fáradtak-e már, vagy mennyire vannak kimerülve egy búvármerüléshez. Tehát fő a biztonság. Természetesen az a legfontosabb. Most merültünk a nagy merülőcsőben, a szintezőcsőben, és úszkáltunk a medencébe körbe. Mi az, hogy szintezőcső? A szintezőcső, az a, nem tudom, hogy látszik ott hátul, az a 6 méteres mélycső, és ott vannak ilyen kis ablakok, különböző méret, hát szintek közt, és akkor azt csináltuk, hogy lemerültünk egy ablakhoz, megálltunk egy kicsit, és kinéztünk, és akkor ugyanezt csináltuk az összes többi ablaknál. És mit láttatok odakint? Ilyen nagy kék, ilyen, nem is tudom, Luffyhoz hasonlítanám. Ilyen, hát a gépezetet, ami ott van lent, az ilyen... Nem volt félelem közben benned? Ja, nem. Hát ott volt mellettem ugye a másik búvár is, meg már merültünk is, olyan 5-6 méteren, szóval nem volt semmi. Először vagy ilyen táborban? Nem, ez már sokadik táborom. Ez volt nekem az első merülésem, így búvárkodásban. De szerintem a jövőben fogok búvárkodni, ha lehet. Én Budapestről jöttem, és anyukám találta a honvédelmi táborokat az interneten, és úgy jöttem ide, hogy búvárkodjak. Hogy tetszett ez a hét neked? Nekem ugye még anyukám mondta, hogy menjek-e búvárkodni, mert ő is búvár volt, és hát minden, amit mondott, az végül igaz lett, és nagyon élvezem. Lehet, hogy megragadsz majd ezen a pályán? Gondolkoztál ezen, hogy esetleg beállsz búvárnak a honvédségnél? Azt még nem tudom, mert még a műszaki sulit végzem, és ha be is kerülök a honvédségbe, akkor valószínűleg műszaki sulit fogok. De mondjuk az is benne van a búvárkodás, de még nem tudom. Ez a táborozási rendszer úgy működik a honvédségen belül, hogy ez központilag van meghirdetve. Erre nem is lehet itt helyben jelentkezni. Ide olyan gyerekek jönnek az ország minden részéről, akiket vagy a honvédség érdekel, vagy a búvárkodás, vagy mind a kettő egyszerre. És szeretnék kipróbálni, előzetesen megnézni, hogy szeretnének ezzel később foglalkozni. Kiből lesz jó búvár? Alapvetően olyan emberből, aki nyugodt, megfontolt, hiszen a víz alatt a búvárnak a legnagyobb ellensége az, hogyha bepánikol, illetve elveszti az eszét, nem tud gondolkodni. A jó búvárok azok, akik nyugodtak, és a helyén tudják kezelni a vészhelyzeteket. Mi a feladatuk a szentesi búvároknak a Magyar Honvédségen belül? A búvárok a felderítő szakaszhoz tartoznak itt Szentesen. Alapvető feladatuk az általános felderítésen kívül a folyóátkelők felderítése, ahol át tudnak kelni az alakulatok, illetve hidak felderítése, ahhoz, hogy vagy megépítsék őket, vagy pedig lerombolják a hidakat. Ez a tábor ezt szombatig fog tartani, akkor jönnek a gyerekeknek a szülei, és lesz egy bemutató merülés, és megmutatják mindazt a szülőknek, amit eddig tanultak. Augusztus 19-én legyen részese ön is az országos vízipisztolycsata rekord kísérletnek a Szentesi Sport és Üdülőközpontban. Mutasson egy vízipisztolyt a pénztárnál, és 11 órától 13 óra 50-ig 50%-os kedvezménnyel juthat be a strandra. Csatlakozzunk minél többen az országos vízipisztolycsatához. Beharangozó keretében mutatjuk a részleteket. Stuck still, no turning back.
900 emberre lenne szükségünk. Szeretnénk, ha minél többen részt vennének ebbe a vízipisztoly csatába. A Magyar Fürdők Szövetsége meghirdetett egy országos rekordkísérletet, augusztus 19-én, meg pedig egy vízipisztoly csata rekordkísérletet, amihez 40 fürdő csatlakozott. Délután 2-től 3-ig próbáljuk megdönteni ezt az országos rekordot. 900 emberre lenne szükségünk, 850 körül van a rekord. Kapunk pontos utasítást az arra vonatkozólag, hogy hogyan kell lebonyolítanunk, tehát ugye meg kell számolnunk, hogy hány ember megy be ez idő alatt a medencébe, hányan vízipisztolyoznak, ennek az előkészületeit a kollégákkal megtesszük, hogy két oldalról lehet bemenni, az, akinek nem ér le a lába, de szeretne részt venni, nyilván a gyerekek azok az alacsonyabb részen állnak, a magasabbak azok a mélyebb részen, ugyanígy lesz a kinti 50-esbe is, hogyha olyan sokan leszünk, és reméljük, hogy olyan sokan leszünk. Két oldalról egymást lövik, viszont a szabályokban benne lesz, hogy arcra nem lövünk, mert aki nagy vízipisztolyt hoz, azért azzal a nagy vízipisztolyjal elég keményen oda lehet lőni. Inkább előre a vízre lefelé kellene szerintem lőni. Augusztus 19-én a rekordkísérlet napján 50%-os belépő jegyet biztosítunk mindenkinek, aki vízipisztolyt felmutat a pénztárnál, tehát részt vesz a vízipisztoly csatán. Élő Zoom közvetítés és élő becsatlakozás lesz a Palatinus Gyógy Strand és Hullámfürdőben, ott lesz a rekordkísérlet központja, tehát ők vezénylik le az egész vízipisztoly csatának a kísérletét. Run fast for your mother, run fast. Akik jönnek a strandra és felmutatják a vízipisztolyukat, ugye azt már a kolléganő elmondta, hogy 50%-os kedvezményt kapnak a belépésnél. Mindenkit szeretettel várunk, nyilván szeretnénk, ha minél többen részt vennének ebbe a vízipisztoly csatába, rekordkísérletbe. Terveink szerint itt a Tammedencébe rendezzük, hogyha nagyon-nagyon-nagyon sokan leszünk, akkor B-tervnek a nyitott 50 méteres medence van belőve, mi előkészítjük természetesen mind a két medencébe a pályát, a technikai személyzet rákapcsolódik a zoomos közvetítésre, és szerintem ez egy rendkívül jó lehetőség, miután ugye egyszerre 40 fürdő vesz részt, és egy kivetítőn a Palatinus Strandon ennek a 40 fürdőnek a képét és a vízipisztolyozó közönséget látja mindenki. Nyilván ez idő alatt azért a Szentesi Üdülőközpontot is be tudják mutatni kamerával, és ezért országvilág láthatja, hogy ez egy milyen jó hely itt Szentesen, és milyen sokan szeretnének részt venni ezen a rekordkísérleten. Augusztus 19-én, 14 órakor a Szentesi Üdülőközpontban. Várunk mindenkit szeretettel. Várunk mindenkit szeretettel. Kedves nézőink, ezzel a napi aktuárovatunk végére értünk. Most a reklámokkal folytatódik az adásunk, majd a kulturális magazinunkkal a palettával várjuk vissza önöket. Maradjanak még velünk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
A tavasz első napsugarai melengedték. Harmadcseppek és méhek szárnyai simogatták. Szentesi termelők gondozták, hogy természetesen zamatos ízével szolgálja egészséged. Szentes egyik legnagyobb épületgépészeti és kisgép szakáruházának, a Termoker Szentes Kft.-nek, Szentes Villogó utca 12 szám alatti üzletének főbb termékköreiből. Víz, gáz, fűtéstechnika, baxi, fég és hajdúsági gyártmányok, kondenzációs kazánok, totya és termomax, vegyes tüzelésű kazánok és radiátorok raktárról. Elektromos kerti, mezőgazdasági barkácsgépek, ipari felhasználású szerszámok. Új stíl szakkereskedésünkben Szentesen a Mátyás Király utca 33 szám alatt motoros fűrészek, kertápolási gépek, fűkaszák, permetezők, munkaruhák és munkavédelmi felszerelések. Minden egy helyen, amire a házban és a ház körül szükség van. www.termoker.hu. A Vodafone Red Free 5G a legnépszerűbb tarifacsomagunk. Érthető, hiszen korlátlan belföldi mobilnetet és korlátlan beszélgetést is tartalmaz. Ráadásul két Red Free 5G csomag 20% kedvezménnyel előfizetésenként csak havi 9592 forintért lehet a tiétek. Fedezzétek fel a Red szabadságát! Vodafone! A 7 éves Bogdán boldog gyerek volt. Sok barátja volt, és jól tanult az iskolában. De a háború mindent megváltoztatott. Bogdán apja életét vesztette a harcokban. Egyike lett a sok százezer áldozatnak. Később Bogdánék házát eltalálta egy bomba. Egy a több tízezer otthon közül, amely megsemmisült. Végül egy menekült táborba kerültek. Bogdán szinte mindent elveszített. Egy élet a sok millió közül, amelyet tönkretett a háború. Elég volt a háborúból. Itt az ideje a békének. Az orosz-ukrán háború kitörése óta 5100 Ukrajnából menekült gyermek jár magyar iskolákba és óvodákba. Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében, ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondosóra segítségével a nap minden percében biztonságban tudhatja azokat, akik igazán fontosak önnek. A korszerű jelzőeszköz egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Ez már a Szentes Televízió kulturális magazinja, a Paletta. Nézzük a témákat röviden. A Lilion produkció előadásában lehetett megtekinteni az Öreg Lányok című előadást a Megyeháza udvarán. A Kapocs Egyesület idén is megrendezte a már hagyományos kerítés kiállítását az Erzsébet téren. A nyári zenei esték programsorozaton belül tartottak annanapi hangversenyt a Szent Anna templomban. A Piroska tánccsoport egyik gyakorlásán vettünk részt a Dózsaházban, és kérdeztük őket a tánc nyújtotta kikapcsolódásról. Jöjjenek a részletek! A Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ nyári szabadtéri színházában teltház előtt nézhették meg az érdeklődők a Lilion produkció legújabb előadását, amely a nőkről szól, de nem csak nőknek és nem csak az idősebb korosztálynak. A történetben négy különböző társadalmi helyzetű és kultúrából származó nő egy parkban talál egymásra, ahol barátság szövődik közöttük. Őszintén segítenek egymásnak, de közben sok-sok vicces, vagy éppen pajzán beszólásnak lehetünk szem és fültanúi. Az én padomon! Az ilyesmire nem lehet felkészülni! Parkban olvas! Nincs lakása, vagy mi?
Most meg úgy csinál, mintha nem hallana. Pedig én elég hangos vagyok. A parkban meggyilkoltak egy félnótás öregasszonyt. A rendőrség jogos felindulásra gyanakszik. Olyan nincs is, hogy jogos felindulás. Az pünci hirtelen felindulás. A folyton akadékoskodó szitírtyóra egy türelmét vesztett úrinő sújtott le az összetekert újságjával. 78-szor. 78-szor. Miről szól ez a mai vidámság, ez a dal, hiszen egy kicsit nekem egy olyan érzésem van, nézegettem, vagy próbáltam legalábbis ellesni a dolgokat, hogy itt huncutok ezek az öreg lányok? Nagyon, nagyon huncutok vagyunk. Huncutok vagyunk. Meg kell nézni. Táncolunk és bolondunk. És vigadunk. Mennyire a saját egyénisége mindenkinek az adott szerep? Hát ez az én kompetenciám, mert én vagyok a rendező, és úgy válogattam össze a színésznőimet, hogy illik rájuk ez a karakter. Tehát van 4 karakter, 4 teljesen különböző vallású, különböző kultúrájú nő, akik összetalálkoznak egy parkban, és ebből egy barátság szövődik. És ehhez persze jönnek azok az örökzöld dallamok, amiket még beleraktunk, hozzáillő új szövegekkel. Én mondanám azért, hogy én ezt a karaktert, na vajon melyiket, 14 éves koromban kezdtem. Mi volt a cigányasszony? Igen, de hát mondjuk ez a vérmérséklet akkor is megvolt, nem? Hát hogy ne lett volna, meg ez a feje, hogy én kinézek, így pont, de én imádom őket, úgyhogy tényleg nagyon szeretem csinálni, és szeretem a lelküket. Ennyi nagy színésznő, hogy fér meg egy darabba? Isten ilyen. Ez egy női színház. Én az összes darabot nőkkel játszatom eddig, ami nem azt jelenti, hogy a férfiakra nincs szükség, sőt azt jelenti, hogy a férfiak egy csomó olyan dolgot megtudnak rólunk, amit esetleg eddig nem tudott, vagy tévhitben élt, más tudott, vagy elhallgattunk előlük, vagy nem beszéltünk róla. Tehát szerintem közelebb hozza a párokat egymáshoz. Mit érzett, amikor megkapta először ezt a szerepet? Rémületet, mert én beugrottam. Ez mit jelent a beugrás? Hát azt jelenti, hogy gyakorlatilag kevés próbával veszi át az ember a szerepet. Ilyenkor én mindig csodálom a színészeket, hogy képesek pillanatok alatt elsajátítani oldalakat, ugye, vagy a daloknak megtanulni a szövegét. A dallam talán még jobban megmarad az emberekbe, de hogy lehet megtanulni a szövegeket? Hát úgy, hogy mondogatjuk. gyakorlat teszi. Ez a szakma. Ez egy szakma, igen. Tehát ahogy rúgdos, addig rúgdos a labdát, míg egyszer csak betalálunk. Mi addig rúgjuk a szöveget, amíg meg nem tanuljuk. Igen, így van. Amikor elkezdik a próbát, akkor mindenki eldönti, hogy mikor lesz a poén, vagy ez már a rendező feladata? Én úgy gondolom, hogy ez egy műhelymunka, de a szöveg, az mindig azt szoktam mondani, hogy 30% a darabnak a szöveg, és utána dolgozunk rajta együtt. Természetesen nekem van egy elképzelésem, de mindig a színésznőkből indulok ki, és együtt találjuk ki, és együtt nézzük meg, hogy mi áll a legjobban nekik, és mitből lesz aztán igazi jó poén. És hát azt kell tudni még, hogy a végjáték az a legnehezebb műfaj, mert nagyon pontosan kell játszani. Yes. Igaz? És szoktunk verekedni, hogy én úgy gondolja, én meg másképp, és akkor van egy kis bruszt, de aztán végül is így összetalálkozunk. De végül is a szeretet az, ami összetart bennünket. A néhány szót elkapott kordám körül, a szívem fele mód megörül. Mert a nyáját a pirka se feled még el, rejá néz, mint a két szemüted. Ha a szélén is jár, csak a nyájhoz lesz ki, amikor a mezőn, hogy a fő. Vannak olyan színészek, akik huncutkodnak fönn, és akkor ő saját magának kitalál egy poént. Itt is van ilyen? Nagyon nehéz dolguk van, nagyon ráfáznak ezek a nők, mert én itt vagyok minden előadáson. Úgyhogy ez nem olyan egyszerű dolog. És mindig látom, és mindig elmondom utána, hogy mi nem volt jó, talán még hamarabb is, tehát nekem is tanulnom kell, mert én is egy nagyon vehemens vérmérsékletű nő vagyok, hogy ne mondjam el rögtön, hanem várjam meg, ameddig vége van a meccsnek, és vége van az előadásnak, hogy valami nem pont úgy volt. De hát azért beszélünk 4 remek színésznőről, akik
iszonyú rutinnal rendelkeznek, és bármi probléma van. Múltkor ledőlt a díszlet egy másik előadásban, azt is megoldottuk. Igen, tehát nincsen probléma, hiszen ha valaki 30-40-50 éve van a szakmában, azért már olyan régi motoros, hogy ezeket tudja. De mégis egy csomó olyan új dolog van, úgy gondolom, a szerepekben, és olyan új dolgokat mutatnak meg, amitől izgalmas ez a dolog. És igen, én például röhögős vagyok, tehát ha valaki csinál egy új poént, én képes vagyok kimenni és röhögni egyet, igen. És hogy akkor elfordul az ember? El, háttal, hát mondom, hátrafordul és hátra. És akkor nincsen gázsi. Amikor az ember készül egy ilyen előadásra, akkor hogy számít, hogy most 10 előadás, 100 előadás, 3 év? Hát mivel ez egy maszek színház, tehát ez a Lilium produkció női színház, ez egy teljesen magánkezdeményezésű, ami a New Season produkcióval együtt csináljuk, a Timár Krisztával, és arra törekszünk, hogy minden előadásból sok legyen. Természetesen mindig kell új produkciót csinálni, most már 4 előadásunk van, és járjuk az országot, és azt kell mondanom, hogy ahova először elmegyünk, egy nagyvárosba, vagy kisvárosba, ott lehet, hogy sokat kell küzdeni a Krisztának, hogy jöjjenek a nézők, eladjuk a jegyet, de mindig megszeretnek, és mindig visszahívnak. Tehát úttörő munkát kell végezni, meg kell, hogy ismerjenek minket, és aztán már nagyon várnak. Például Debrecenben most már azt hiszem 4-szer fogunk menni. Hát én kívánom azt, hogy jönnek el a Szentesre, úgy tudom, jönnek is. Jövünk is, 25-én jövünk az Anyatigrisek című amerikai műzikellel, ami ugyanígy 4 nőről szól, csak egy kicsit korábban visszatekerjük az időt. Van egy terhes anyuka, aki babát vár, és minden valamelyik héten, 1-2 héten belül szülni fog, és a 3 barátnője, akik viszont már régi motorosok, és már gyerekeik vannak, és arról szól a darab nagyon sok humorral, hogy hát azért nem fennékig tejfel ez az anyaság. A plázá belé, a négy vidám öreg csoroszja, ráztozák a pontosokra, ruha a piros, vagy a puha brilós, a csajoknak ma is akciós. Terik a garázs, a kicsi a lakás, a Kapocs Egyesületnek az elmúlt években az Erzsébet tér Kossuth utcai oldalán lévő kerítés lett a következő helyszín, ahol kiállítanak, és ezt a hagyományos kiállítást már éves rendszerességgel azóta is megrendezik. Idén nem csak festményeket állítottak ki, hanem különböző technikákkal készült dísztárgyakat, szőtteseket, kézi munkákat, kézzel festett bútorokat, süthető gyurmából készült használati tárgyakat, gyönyörű mandalákat, vagy éppen üvegfestéssel készült alkotásokat is. Szigligeten voltunk egy festőtáborba, és ott a vár oldalába engedte meg a polgármester úr, hogy az ott készült alkotásokat kirakhassuk, és utána döntöttünk úgy, hogy ezentúl, ha Szentesen rendezünk, ilyen alkotótábort itt fogjuk. Aki erre jön, megy, azért megáll, mert meglepődik, hogy mi van itt, és sok-sokféle munkát lehet itt látni, nem csak a festményeket, a kézműves termékeket, hanem azok is eljöttek, akik otthon készültek és otthon alkottak. A bútorfestészettől kezdve a kézi munkákig, a gyöngyfűzésig, ékszerkészítésig mindenki hozta a maga kis kézműves alkotását, amit szeret csinálni. Mit szeretnétek ezzel a kiállítással elérni? Megmutatni magunkat. Egy kicsit jó azt
azt tudni, hogy mások is lássák azt, amit mi szeretünk, és mit csinálunk. És sokan csatlakoznak is hozzánk, mert otthon a négy fal között is sokan alkotnak. Voltál már máskor is ilyen kiállításon itt a Erzsébet téren? Igen, már tavaly is részt vettem nagy örömmel ezen a kiállításon. Mit kell tudni az elkészített termékekről? Azért látom, hogy vannak újdonságok is. Igen, vannak. Hát folyamatosan megújulok, úgymond. Nézem a mintákat, keresem az újdonságokat, nézem a divatszíneket, és annak alapján próbálok így főzögetni. Én már 28 éve űzöm kisebb-nagyobb szünetekkel, úgyhogy mindig visszatértem hozzá, milyen volt időm, mert nagyon-nagyon megragadott, és hát nagyon szeretem. Visszaemlékszel, hogy mi volt a legelső alkotásod? Igen, a legelső az egy gyöngypók volt. Akkoriban fiaimmal csináltunk hát ilyen állatfigurákat, és egy pók, egy keresztes pók, azzal kezdtem. És azóta mivé fejlődtél? Hát azóta csinálok karácsonyfa díszeket is, most mondjuk azt nem hoztam ide el, mert most nem aktuális, úgymond, de a gasztropiacon karácsonytáján szoktam vinni, és egyébként meg az ékszerek, azon belül is vannak mennyasszonyi ékszerek, amit nagy örömmel készítek szintén a jeles eseményre. Ugye ezek fülbevalók, nyakláncok? Igen, fülbevaló, nyaklánc és karkötő, vannak ilyen három darabos szettek, meg két darabos szettek is, és szóló. Bokalánc? Azt is szoktam, de az csak kérésre, mert az méret fontos. A második alkalom, amikor tényleg képviselem ezt a művészeti ágat. Viszont a gyerekkoromban már nagyon fiatalon egyszerűen bámultam, ahol a nagymamám festett, ahol különböző alkotásokat csinált, úgyhogy maga ez a rajz, vagy a művészet így már nagyon gyerekkoromban elkezdődött. Kicsikoromban, óvodásként, vagy kisiskolásként különböző rajzszakkörökre jártam, és egyszerűen csak szívtam magamba a művészetet, és szerintem a szeretetem ez iránt így egyre nagyobban nőtt, és maga az elhatározás, hogy én ezt akarom csinálni, szerintem az még nagyobb. Nagyon szeretek olvasni, úgyhogy van, hogy néha egy könyvből merítek ihletet, vagy csak úgy sétálok, és eszembe jut valami, úgyhogy igazából bárhonnan. A mostani kiállításon ugye üvegfestészettel foglalkoztál, mit festettél? Most mindkét képen fókuszálom úgymond egy madár áll, meg a virágok. Úgyhogy... Ezek a kedvenceid? Nem, szerintem inkább az, hogy ezeket tudom nagyon ábrázolni, vagy úgymond... Ez is olyan realisztikus módon? Nem, tehát hogy ezekben is... Egy kis fantázia. Igen, igen. Meg hát ezeket csináltam eddig. Már harmadik éve dolgozom ebben a csapatban. Elejében, mivel Boros Bettinával itt ismerkedtem meg egy kiállítás kapcsán, elkezdtem mandalázni. A mandala az egy borzasztó zárt és nagyon feszes, nagyon pontos rajzolatú világ, hiszen gyógyító és hát bölcselkedő, elmélkedő
célzattal készülnek, és nem lehet eltérni tőle. A mandala azért nem ad szabadságot a művésznek, úgyhogy egy kissé mindig olyan feszítő érzést éreztem, amikor ezt kellett tennem. A üvegfestő iskolában viszont megtanultam, hogy a mandalákat szét lehet törni, olyan értelemben, a határokat. Így van, tehát, hogy meg lehet tölteni képanyaggal, egyéni fantáziával, virágokkal, növényekkel, bármivel, állatokkal is ha akár, de hát már nem a hagyományos értelmű mandaláról beszélünk, úgyhogy kör alakút megtartva, és egyebekkel megtöltve. Képeimnek az egy része inkább az érzelmekről, a hűségről, az odaadásról szóltak. Ezeket láthatták a szentesiek. Aztán, mivel egy olyan csapatnak a tagja is vagyok a Kapocs Egyesület kapcsán, ahol nagyon sok népművészeti alkotás születik, úgyhogy ennek a témának is a feldolgozója lettem, és nagyon sok csipkeminta került fölvarrásra, úgymond az üvegre, aminek ők nagyon örültek és csodálkoztak rajta. Ugye minden kiállításon szinte találkozunk, és a gyerekeket vonzod magadhoz, de nem csak a gyerekeket. Hát én azt hiszem, hogy az én készletemben az egész pici gyerekektől a nagy idős felnőttek mindenfélét lehet találni, elég nagy széles a repertoár. Ugye te alapvetően műszaki emberként dolgoztál, még el nem mentél nyugdíjba, előtte is foglalkoztál ezzel, vagy csak nyugdíj után? Hát tulajdonképpen előtte is magát az ördöglakatot, meg az ilyen fura kis játékokat már régebben is ismertem, de igazából csak a nyugdíj után tudtam rászállni annyira, hogy gyakorlatilag ezzel foglalkozzak szabadidőmben. Hogyan látod, mennyire vevők rá az emberek az ilyenfajta játékokra? Hát nagyon sokan kedvelik. Van persze, aki azt mondja, hogy meg se áll, mert itt mindig olyan dolgok vannak, amit ő nem tud megcsinálni. Eleve föladja. És akkor föladja. Hát ugye olyat, hogy mindenki meg tudja csinálni, olyat nem érdemes csinálni, mert akkor nincs értelme az egész. Tehát vannak nagyon nehezek is, de én azért rászoktam úgy vezetni, akit látom, hogy meg a szeretné csinálni, benne van, de egy kis segítség kell neki, akkor segíteni. A nyári zenei esték programsorozaton belül tartottak Anna napi hangversenyt a Szent Anna templomban. Ez a hangverseny már évről évre hagyomány a templomban, nem volt ez másképp idén sem. Az est folyamán közreműködött többek között Berkes János és Kállai Bori érdemes művészek is, akik a fantasztikus hangjukkal rögtön elkápráztatták a közönséget. Elindult a szervezés ezelőtt 20 évvel, igaz, ha jól tudom. Mi volt az apropója? Igazából a Berkes művész úrral beszéltünk
hogy az orgonát kellene felújítani, hogy hogyan, kérdezte ő, hogy hogyan tudna ő hozzájárulni ehhez. És hát mondta, hogy ő nagyon szívesen ad itt egy koncertet, és akkor először csak az én orgonakíséretemmel, tehát én is játszottam darabokat, és akkor ő énekelt orgonakísérettel, hiszen a következő alkalomtól már ő szervezte ide a kollégáit, tehát tényleg a legjobb énekeseket. Én úgy gondolom, hogy ezek a művészek, ugye a Kálai Bori is, hogyha ha ő is már azért mondhatnunk, hogy hazajár, ide, és mindig tudtok valaki újat hozni, Szentesi művész Palántákat, vagy már művész is volt, de én úgy gondolom, hogy maga a műsor összeállítása egy kicsit eltért a szokásostól ezzel a Petőfi feldolgozás. Tehát kezdetű Jánosnak az volt a kívánsága, a javaslata, hogy a helyi művésztanárok is működjenek ködre. És akkor nyilván ugye ő is Szentes születésű, és akkor ő köré pedig, hát az ő baráti körében nagyon sokan jöttek el, Tokot Irona, Pitti Katalin, és hát innen a Szentesi Zeneiskolából is mostani tanárok, illetve növendékek, vagy régebbi tanárok, akik már máshogy dolgoznak. Ugye rettentő sokan voltak, szinte mondhatnám azt is, hogy telt ház volt. A végén volt a Berkes művész úrnak egy ajándéka. Igen, igen, hát ezt te talán jobban láttad, mert én csak hallottam róla, mert kint voltam. Tehát Szentes térképet. Azt tudom, hogy 1938-as évjáratú térképet sokszorosított, és itt próbálta ugye adni azoknak, akiket érdekli. Pillanatok alatt elfogyott, igen, és azt mondja, hogy hát nyilván keveset hoztam. Igen, hát igen, szép ajándék volt is. Igen, tehát igazából azt tapasztaljuk, hogy minden évben azért ezután ez iránt, a hangverseny iránt van érdeklődés. Konferenc szerepét vállaltam magamba, és úgy gondolom, hogy azért, amikor egy templomban egy koncert van, akkor nem baj, hogyha a énekek, a zeneszámok, az áriák, vagy éppen Petőfi megzenésített versei között olyan versek is elhangzanak, amelyek ehhez az alkalomhoz passzolnak. Azért sokat éneklünk Petőfiről, de mindenki azt hiszi, hogy az népdal. De nem népdal, hanem az Petőfi vers. Csak például köztük volt egy Balázs Árpád által megzenésített vers, vagy éppen más által, és ezért gondoltam én is, hogy azért legalább, nem akartam nagyon elhúzni a műsor, de legalább az apostolból a híres szőlőszem metafora az azért itt is elhangozom. Cercando primavera di viola, nidi d'amore e di felicità, e la mia piccola rondine partì, e senza lasciarmi un bacio, senza un addio partì.
cantavo sempre più, e il sogno mio rimane tu. Non ti scordare di me, e la vita mi ha legato a te. C'è sempre nido del mio cuor per te. Már nem tudom, hogy mit énekeltem a 20 év alatt, hogy mindig, hogy újat nem lehet mindig úgy énekelni. Akkor nem akartunk annyira, hogy nagyon egyházi témájú legyen, mert amit mondottam, amit kint is, hogy a Melis György mondta, hogy a plébános atya mondta neki, hogy amit itt nem szabad énekelni, máshol se szabad. Tehát gyakorlatilag itt is lehet mindent, legyen az olasz dal, magyar dal, stb. Látod, a végét is befejeztük a Traviát a Pezsgő duettel. Szerinted milyen üzenete volt ma ennek a koncertnek a közönség fele? Ahogy elnéztem, a közönséget nagy közönség volt, és egyet tudok mondani, elcsépelt szeretet. Ilyen egyszerű. Lakosné Piroska vezetésével a Szentesi Piroska Tánc csoport több mint másfél évtizede alakult olyan nyugdíjasokból, akik nagyon szeretnek táncolni, és fiatalabb korukban már valamilyen szinten a tánciskolákban vagy éppen klubban táncoltak. A repertoárjukban elsősorban az ismert társasági táncok formációit mutatják be, de nagy örömmel lépnek fel a rendezvényeken a palotással is, amely táncokhoz természetesen megfelelő ruhákat is beszerzik. Több tucat fellépésen szerepelnek évente, és nem csak Magyarországon, hanem külföldön is. Év végén alakultunk, 4 nyugdíjas asszonykából, és aztán folyamatosan szaporodtunk, fejlődtünk. Egyszerű kis táncokból, alapokból, egész a magas koreográfiákig, bonyolultabb táncokig. Versenytáncos voltam én is 10 évig, utána tánctanárképző, gyerektánc, néptánctanárképző 6 év, és a versenytánctanárképző 4 év. Hogyan történnek a táncoknak a kiválasztása, az adott anyag, tehát a táncosok hozzák, hogy te kitalálod, hogy na most akkor egy ilyet táncolunk? Ha megfog egy zene, akkor arra csinálok egy koreográfiát. Tehát zenefüggő vagyok. És akkor a táncoknak melyik típusát hozzátok előtérbe, hiszen vannak modernek, vannak hagyományőrzők, mondjuk a néptáncot azt még nem láttam tőletek. Hát társas táncokat elsősorban, és történelmi társas táncokat. De és azt, amit azért az én korosztályom is meg tud csinálni. Igen. Gyorsabb, lassabb? Vegyesen. Nagyon féltek a rock'n'rolltól, és olyan szépen megcsinálták, hogy nagyon a gyors rockit. Kikből áll az a csapat? Nagyon ügyesek, nyugdíjasokból. Mindnyájan nyugdíjasok vagyunk, és senki nem dohányzik a csapatba. És ez olyan fontos és olyan jó. Hol lehet jelentkezni, és egyébként milyen feltételei vannak? Akarjon táncolni, szeressen táncolni, érezze a zenét valahol. Legyen egy közösségi ember, mert ez hogy tudjon beilleszkedni egy közösségbe.
Ezért rengeteg fellépést vállaltak, ugye már évek óta mindenfele falunapon, külföldön, belföldön, mindenütt jártok. Ki szervezi ezt végig? Egyedül te vagy segít valaki? Nem, hát itt a csapat mögöttem mindent együtt csinálunk. Mindent együtt. Megbeszéljük, én egyedül nem döntök, megbeszéljük és döntünk. Szervezünk, dolgozunk. Ugye majdnem minden tánchoz külön ruhátok van, ezek hogy készülnek? Hát az elején kaptunk jócskán a Szilvertől, mert a Szilver anyukája is táncol velünk. Aztán saját magunk varrattunk saját pénzből, akkor tavaly kaptunk az önkormányzattól is a keringő ruhára pénzt. Próbálok, hát nem igazán lehet pályázatot erre, nem. Próbáltuk, az ifjúsági házzal nem működik, de van tervbe véve, próbálok támogatót keresni, tangóruhát szeretnék. Hát itt a lehetőség, hogyha valaki ebbe tud segíteni. Igen. Hol lehet benneteket megtalálni, mikor? A Dózsa házba és az ifjúsági házba táncolunk, hétfőn, szerdán, csütörtökön. Mit kap az, aki ide eljön táncolni tőletek? Kap egy jó közösséget, kap lehetőséget arra, hogy ebbe a korba is mozogjon, mozgassa az izmait, ízületeit, dolgoztassa az agysejtjeit, mert nagyon fontos, főleg ebbe a korban nagyon fontos. Ugye most erőteljesen készültek az első Annavára, első szentesi Annavára, ott egy olyan táncot fogtok bemutatni, amit talán még idáig nem táncoltatok. Hogy táncoltátok már a palatát? De, persze, az több helyen táncoltunk. Már március 15-én is táncoltuk valahol. Tehát palotással nyitunk, és majd a nagybálat meg a bécsi keringővel. Ez a tánc az, amit az emberek tulajdonképpen korhatár nélkül tudnak űzni. Te mióta? És esetleg fiatalkorodban is táncoltál? Igen, régen, mikor még 70-es évben fiatal voltam, és jobban mozogtak a lábaim meg a csontjaim, versenytáncos voltam, Becsászi Kati néninél, ugye mindig a Tóni nénél, és ott egy 6 évet táncoltam versenytáncot, és aztán találkoztunk Piroskával, és szólt, hogy jöjjek ide, és táncoljunk együtt. És akkor most úgy alakult, hogy 13 óta tán. Most lesz ősszel 10 év, hogy táncolok a csoportban. Milyen volt annak idején egy ilyen össztánc meg körtánc? Ugye vasárnaponként volt mindig tánc. Igen, össztáncok azok hétvégéken voltak. A tánciskolák nyári szünetben tánciskoláknál voltak össztáncok, és hát az ott mindenki a Móriszba belépővel belejöhetett, mink táncklubosok ingyen mentünk be, és ezt kihasználva minden tánc, össztáncon ott voltunk. Mi jó volt, a tánciskolások velünk akartak táncolni, mások meg egymással természetesen, és jó hangulat volt. Pista, nálad hogyan kezdődött ez a tánc? Te inkább más sportágat választottál fiatalabb korodban. Igen, hát ha én is vissza akarok menni középiskolás koromra, a kollégista koromban azt hiszem másodikosok voltunk, akkor jártunk egy-két hónapig tánciskolába Katonénihez, de aztán abban maradt, nem a tánciskola maradt, a mi odajárásunk maradt abban, de utána hétvégeken egész negyedikes korom, mikor egészséges voltam, akkor futballozni mentem veled együtt, ugye hát a Kinizsi ifi csapatában játszottunk mind a ketten. Táncolni attól én nagyon szerettem egész életemben, és belém is idegződött valószínűleg egyfajta valamilyen tánc, aminek most olyan hátulütője van, hogy lehet, hogy másképp kellene lépni, és az Úristennek nem veszi át az agyam azt a tempót, amit itt mondjuk Tibi vagy Piroska kér tőlem, hogy így lépni, akarok én úgy lépni, csak 50 évig másképp működött az agyam. Milyen itt a hangulat, hogyan érzed magad? Ugyanaz a partnerod, vagy cserélgetitek itt is egymást? Hát a hangulat nagyon jó, viszont hát partner szempontjából nekem szerencsém van, mert 12 éve ugyanaz a partnerem. Az első évben volt egy, hát nem azt mondom, hogy idősebb, mert mi most annyi évesek vagyunk, ahány éves akkor volt a partnerem. Ő csak egy évig volt, és aztán a jelenlegi partnerem, aki éppen most szabadságon van, illetve hát üdül, ő azért nincs itt. Tehát ugyanaz a partnerem, és meg vagyok vele elégedve.
Kedves nézőink, ezzel a mai műsorunk végéhez értünk. Legközelebb új műsorra a csütörtökön fogunk jelentkezni már hagyományosan 17 órától. Az ismétléseinket minden páratlan órában indítjuk, de megtalálhatnak bennünket a közösségi média felületeken is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra! Köszöntöm Önöket! Ma álló helyzetre fogunk tornázni, tartsanak velünk, pattanjunk föl és kezdjünk is bele rögtön. Csípőszíres terpezben állunk, karok a törzs mellett, órunkon szívjuk a levegőt, szánkon kifújjuk, szív a levegő, fúj, még egyszer szív, és kifúj, csípőn van a kezünk, és fordít a fej. Oldalra. Visszafordít, törzsüket tartjuk egyenesen, fordít, és vissza. Középen a fejünk, billent, előre nézünk, közép, oldalra, közép. Aki esetleg szokott szédülni, óvatosan végezze a gyakorlatot, és közép. Lassan előre engedjük a fejünket, és húzzuk föl fokozatosan. Enged a fej, és húzzuk föl. Enged. És húzzuk föl. Leengedjük a karokat törzs mellé, emeljük a vállunkat, és engedjük le, föl, és le, föl, és le, föl, és le, föl, enged, és mind a kettővel egyszerre, föl, és le, föl, és le, föl, le, fönt, és jó, megyünk előre körzésre a vállakkal. Előre körzünk. Hátul zár a lapocka. Zár a lapocka, és úgy. És indulunk hátra. Körzünk, nyit a mellkas, zár a lapocka. Körzünk a vállal. Körzünk. És jó. A két karokat emeljük oldalsó középtartásba. Csak az egyik karunkkal körzünk. Könyökhajlítással. Úgy van, nagyon jó. Körzünk, szuper! Köröz az alkar, és marad kint, jön a másik. Csak könyök hajlít. Nagyon ügyesek vagyunk, szuper, másik végig a vállvonalában van a karunk, és oké, megállunk. Mind a kettővel körzünk egyszerre. Azaz még mindig a vállvonalában tartjuk a felkart, ott megy a körzés. És megállunk, oké? Újra az egyik karunkkal körzünk kifele, belülről kifele. Szuper, nagyon jó. Úgy van, tartjuk a törzset, farizom összeszorít, has behúz, megállunk. Másikkal körzünk kifele. Medence billentett helyzetben van, magunk felé törzsünk irányába billentjük vissza. Tartjuk, köröz a kar, és megállunk. Jó, most mind a kettővel körzünk egyszer kifele. Úgy-úgy, nagyon szuper. Körzünk. Azaz könyökhajlítás még mindig. Vállvonalába a felkar. És jó, megállunk. Leengedjük, lerázzuk a vállakat, karokat. Ellazítjuk egy picit. Elől összeérintjük a két kézfejünket. Kicsit zárjuk a vállakat. És nyit a mellkas, tenyerek kifele néznek. Húzzuk össze a lapockát hátul. És elől összeérint a két kézfej.
és ismét nyitom elkvas oldalt, vannak a tenyerek kifele néznek, és újra elől, nyitjuk, még egyet, nyitjuk, és jó, ellazít. Oké. Föltesszük a két kezünket, mint hogyha meg akarnánk állítani minket. Fölfele van, könyökünk lejjebb esik, mint a vállunk, mind a kettő, és csak toljuk fel az egyik karunkat magasba, és vissza le. Föl, és le. Másikat tartjuk, és le. Föl, és jön a másik kar. Föltoljuk, és engedjük. Föltol, és enged. Fontos, hogy a lapocka hátul összezárt állapotban van. Föltol, leenged. És mind a kettővel egyszerre. Fönt vagyunk, és engedjük. Fönt, zár a lapocka, hogy leenged. Fönt akar, leengedjük. Föl, és engedjük. Még egy pici van, leenged. Fönt, még egyet, fönt, és jó, kicsit leengedjük a karokat. Lerázzuk, ellazítjuk a vállakat. Újra felemeljük. Gyakorlat hasonló lesz, megyünk picit oldalra, jó? Nyújtjuk oldalra, vissza, másik, vissza, oldal, vissza, másik, vissza, oldalra nyújtjuk, vissza, másikat, szuper. Tenyerünk előre nézzen, vissza, másik, vissza, oldal, vissza, jön a másik, és megállunk mind a kettővel egyszerre. Oldal, vissza, oldal, vissza. Kicsit a vállvonalánál följebb, hogyha akarunk rajta erősíteni. Azaz, ha nagyon nehéz, akkor csak a vállvonaláig. Oda, vissza, oda, és utolsó. Jól megállunk, kicsit lerázzuk, ellazítjuk megint csak. Érintjük össze a kézfejeket, összehúzzuk a vállakat, és nyit a mellkas hátul, kinyit a tenyér, zár a lapocka. Megint összeérint elő, és nyitjuk, összeérint elő, nyitjuk, érint össze elő, nyitjuk, és lazít, lerázzuk, ellazítjuk. Újra fönt van a karunk, és csak piciket magasra fölemeljük, vállvonalába a felkar, és toljuk föl, 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 4, 3, 2, 1, és jó. Megyünk kicsit oldalra, ugyanez a gyakorlat, oldalra. Oldal, 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 szuper, 4, 3, 2, 1, jó, leengedjük, lerázzuk, ellazítjuk. Megint csak összeérint a két kézfej, és nyit a mellkas, zár a lapocka, összeérint, nyit, össze, nyit, még egy, és jó, lerázzuk, ellazítjuk. Magunk előtt húzzuk a nyújtott kart magunk felé, megtartjuk, egyenes a törzs. Úgy másik karunkat is keresztbe, húzzuk magunk felé, megtartjuk. És jó, lerázzuk, ellazítjuk mind a kettőt. Kis terpezben állunk. Órunkon szív a levegő, szánkon kifúj, órunkon szív, szánkon fúj, utolsó, bent tart egy picit, és fúj. Remélem mindenki jól érezte magát ma is, kedves egészségére, találkozunk a következő adásban, viszontlátásra!